Sziasztok! Orsi vagyok! Mai videóban megpróbálom nektek gyorsan összefoglalni az egyik leggyakoribb kérdésetekre a létező válaszokat. Ez pedig az, hogy miért nem virágzik újra az orhideám. Elsősorban most a lepke orhideákra fogok koncentrálni, hiszen a legtöbbeteknél erre a fajtára merült fel a kérdés, de fogok általános szabályokat is elmondani, ami az összes többi orhideára is igaz. Az első szabály az az, hogy az orhideának már egy bizonyos kort és levélszámot el kell érnie ahhoz, hogy virágozni tudjon. Valószínűleg, hogyha te kertészetbe vettél már virágzó orhideát, akkor az nagy valószínűséggel már felnőtt és képes újra virágozni. De ha mondjuk internetről, rendeled, és fiatal növényt, akkor például a mérete alapján ez még nem virágzó képes. A felnőtt méret és a levelek száma azért is fontos, mert a felanopsis orhideák egy bizonyos rendszer szerint hozzák a virágaikat, illetve a virágszárakat, amit rögtön mutatok is, itt a napfény miatt most egy picit trükköznöm kell. Itt látjátok, hogy ennél az orhideánál, ami egyébként egy fél éve virágzott el, itt látjátok a leveleket. Általános szabály a felanopsziszorhideáknál, hogy mindig minden második, tehát oldalanként a második levél alatt hoznak új virághajtást. Itt is egy, kettő, és hajtás, és itt is egy, kettő, és hajtás. Több virágszárat is akkor képes hozni, ha lehetősége van arra, hogy mindkét oldalon a második levél alatt tudjon virághajtást hozni. Azt is fontos kiemelnem, hogy azon a részen, ahol már egyszer hozott virágszárat, ott már nem fog újra hajtást hozni megvan az orhidánknak a megfelelő méret, és lehetséges lenne, hogy hozzon hajtást, ugye a méret alapján, akkor is még van egy pár pont, amit érdemes megvizsgálnunk, ez pedig magának, az orhideának, a felenopszis orhideának az élettani ciklusa. Ezek az orhidák, a lepké orhideák általában télen és tavasszal hoznak virágokat, és nyáron van a növekedési fázisuk. Mindez úgy lehetséges, hogy szükségük van a virágszáraknak a meghozatalához hőmérséklet különbségre. Ugye ezt télen és tavasszal tudjuk a legjobban biztosítani nekik. Ez azt jelenti, hogy télen legalább egy hónapra szükségük van arra, hogy az éjszakai hőmérséklet ilyen 18-19 fok köré csökkenjen, a nappali hőmérséklet pedig lehet ugyanúgy a klasszikus szoba hőmérséklet, ez a 22-24 fok. Ez a hőmérséklet különbözet, az éjszakai nappali hőmérséklet különbség télen, ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy virágszárat hozzon a növény. Ugye ahogy télen és tavasszal megvan ez a kis hőmérséklet csökkenés, várható a virágszárak és a virágzás. Általában az elvirágzás után pedig nyáron is ősszel, a melegebb időszakban fog majd az orhidea új leveleket hozni, ami alapján majd a következő szezonban megint aktuális lehet a következő virágzás. A virághozatához fontos, hogy az orhideánk egészséges legyen. Most itt épp egy mentett orhideát mutatok, aminek, mint látjátok, a levele az eléggé ilyen bőrszerű. Őt nem ültettem át, és kezdtem el rendbehozni, de azóta már kezdett egy új levelet hozni, ami már remélhetőleg egészséges lesz. Tehát fontos az, hogy csak az egészséges orchidea fog nekünk virághajtást hozni, az, amelyik megviselt, stresszes, bármilyen betegségen esett, tehát nem rég ültettük át, mert ez is egy stresszfaktor, az nagy valószínűséggel nem fog nekünk virágot hozni. A Természetes éves növekedési cikluson túl még fontos a fény mennyisége, illetve az öntözés és a tápoldatozás is. Most ez a videó március elején készül, és a szoba az egy keleti fekvésű szoba, mint látjátok, ez a kora reggeli, reggel 7 óra van, ez a kora reggeli nap, ez szépen besüt, viszont már körülbelül egy óra múlva már semmilyen természetes fényt nem fog szinte kapni az orhidea, és az állványom is az messzebb van az ablaktól, úgyhogy én ilyen mesterséges ledvilágítást használok, majd erről is hamarosan készül a videó, hogy ez milyen fényforrás, tehát fontos a megfelelő fény mennyisége, illetve a tápoldatozás. Tél Ősszel télen már nem szoktam az orhidáimnak túl sok tápoldatot adni, a heti kétszeri mennyiséget is havi egyszerire lecsökkentem, viszont január fele már visszaemelem a heti kétszeri tápoldatozásra. Azt szeretném kiemelni, mert gyakori hiba, hogy sokan azt hiszik, hogyha többet tápoldatozzák az orhidát, akkor majd hamarabb fog virághajtást hozni. Ez nem igaz, sőt, pont az ellenkező hatást érhetitek el vele, hogy a túl sok tápoldattól, műtrágyás tápoldattól egész egyszerűen el fog égni az orhide gyökere, és akár még el is pusztulhat a növény, tehát ezzel a tápoldatozással csak óvatosan akkor összefoglalva gyorsan, amiről szó volt, hogy ahhoz, hogy az orhideánk újra virágozzon, kell, hogy egy bizonyos méretet, egy felnőtt méretet már elérjen, illetve megfelelő számú levélzettel kell, hogy rendelkezzen, ahol virághajtást tud hozni. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az orhideának a természetes ciklusát, ami azt jelenti, hogy télen körülbelül egy hónapon keresztül figyeljünk arra, hogy éjszaka kicsit leessen a hőmérséklet, ilyen 18 fok körülire, majd napközben újra 22-24 fokon Tartsuk, mert ez a hőmérséklet különbség fogja majd indukálni a virágszárnak a hozatalát a növényben. Ugye ez a szezonalitás, és nagyon fontos még, hogy ugye a beteg stresszes, frissen átültetett, problémás orhidánktól ne várjuk még azt, hogy virágot fog hozni. Várni kell, amíg összeszedi magát, meggyógyul. Itt akár ebből azokból kifolyólag egy-két éves kihagyás is lehet a virágzásban. Fontos még ugye a fény, a víz és a tápanyag mennyisége is. Mindenféleképpen egy világos, de ne közvetlen forró napfényes ablakban tartsuk. A téli időszakban, ha nincs mesterséges világításod, akkor közvetlenül az ablakpárkányra helyezd el. Remélem, hogy hasznos volt ez a gyors videó. Ha bármilyen kérdésed van, akkor az kommentben nyugodtan fel tudod tenni, és igyekszem rá válaszolni. Szép napot és jó nevelést! Szia!